A pünkösd a keresztény egyház egyik fő ünnepe. A húsvét utáni 50. napon arra emlékeznek, hogy Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Az ünnep kapcsán dr. Udvardi György veszprémi érseket kérdeztük arról, hogy mi a pünkösd üzenete a jelenkor emberének. Pünköskor úgy imádkozunk, áraszt ránk lelkedet Istenünk, és megújítod a föld színét. Istennek az újjáteremtő erejét ünnepeljük, újjáteremtő szabadságát. Persze a kérdés mindig az, hogy hogyan lesz újjáteremtve a föld. Nagyon egyszerű lenne azt várni, hogy valami csoda történik egyszer csak reggel, minden a rendjén van, minden a helyén van, minden, ami rossz volt, megjavul, minden, ami összetörött, az épségben van. Ugye ezt az élményt fogalmazták meg a 20. század elején a költőink, de hát ez nem így van. Árazd ránk lelkedet Istenünk, és minden életre kél, azt jelenti, hogy bennem születik újjá a remény, bennem születik újjá a szabadság, bennem születik újjá a jó vágyak utáni vágy, vagyis én változok meg. És én a magam döntéseivel, magam kapcsolataival, magam terveivel, helytállásával, igazsághoz való ragaszkodásával tudom megváltoztatni azt, ami talán szétesett, ami szétzilálódott, ami megtörött. És különös jelentősége van ennek most a mögöttünk hagyott hónapok vagy bő év után, és nem tudjuk még, mi vár ránk. Ki legyen az ember az emberiség számára a remény hordozója, ha nem az, akiben benne lakik, hatékonyan működik Isten szent lelke. Mi keresztények, akik ismerjük Krisztust, ismerjük az ő atyát, és ismerjük a megírt léleknek a működését. Tehát a pünkösd egyszerre egy isteni mű, egyszerre egy vallásos esemény, és ugyanakkor az ember konkrét, közvetlen, hétköznapi eseményeit átalakító, átformáló esemény. És akkor remélhetjük, hogy megújul a föld színe a kapcsolatainkban, a megbocsátásunkban, a bátorságunkban, lesz bátorságunk szeretni, és az okosságunkban is. Hiszen látjuk, hogy ez a pandémiás helyzet akár az előidézésében is a kialakult szokásaink is szerepet játszanak, gondolatunkat teljesen indokolatlan, fölösleges fogyasztásra, gondolatunk az indokolatlan, teljesen fölösleges utazásainkra. Tehát egész biztos, hogy most az igazság rendje szerint van lehetőségünk, sőt kötelességünk átgondolni, hogyan szeretnénk a jövőt megélni. Oly sokszor elhangzik az a mondat, mikor lesz már, hogy visszatérhetünk régi megszokott életünkhöz. És megítélésem szerint nem ahhoz kell visszatérni, hanem egy jobbhoz. Egy olyan élethez, amiben az igazság, a teremtésnek a rendje, a teremtett világnak a rendje, az ember méltósága nagyobb szerepet kap. Benne a társadalmi igazságosság, benne a szolidaritás. Ebben az esztendőben ünnepeljük a teremtett világ védelmének az évét is. Éppen arra akarjuk fölhívni a figyelmet, hogy pusztán az a tény, tudásunk, lehetőségeink alapján bármit megtehetünk, az nem elegendő ok ahhoz, hogy meg is tegyük. Az elegendő ok az, hogy ismerjük az Istent, ismerjük az ő törvényeit, ismerjük az embert, ismerjük az embernek a méltóságát, és ennek megfelelően szolidálisan a társadalmi igazságosság elve alapján akarunk élni. És ezt hisszük, egy új kultúrát teremt. Ugyanígy nosztalgiázva tekinthetünk vissza a keresztény kultúrára. Egy óriási kincs, óriási érték, és valóban ezt a keresztény kultúrát kell nekünk formálni, teremteni, de új lehetőségekkel, új ötletekkel, új elgondolással. És ehhez biztos, hogy Isten szent lelke segítségünkre van, hiszen egészen biztos, hogy nem Isten szent lelke nélkül jut el egy kutató,
a maga felfedezéséhez. Nem Isten szent lelke nélkül születik meg egy gyönyörű vers, egy zenei alkotás, biztos, hogy nem Isten szent lelke nélkül születik meg a megbocsátás, vagy a bocsánatkérés, vagy éppen egy testvéri közösségnek a kialakulása. Ez a remény vezet engem, és ezt szeretném szolgálni. Érsek, hogy említette a pandémiát. Már lassan talán kifelé lábalunk ebből a járvány helyzetből. Milyen tanulságokat kell levonni a keresztény embernek? Hogyan kell megváltoznia, vagy visszatérjünk a régi életünkhöz? Nagyon érdekes jelenségeket fedezhettünk fel akár hullámszerűen is az elmúlt bő egy esztendőben, és ismétlem, nem tudjuk, mi vár még ránk. Kezdve a félelem, ami meglepett bennünket, aztán egyfajta fegyelemnek a kialakulása, mert tartsunk ki, rövid ideig tart, és amikor hosszú ideig tartott, akkor elfogy az erőnk, elfogy az energiánk, akkor pillanatok alatt az válik fontossá, amiről nem gondoltuk, hogy fontos. Nagyon sokan nyilván megélhetés miatt és sokszor kényszerből külföldön dolgoztak, de mindenki haza igyekezett. Aki nálunk volt, ő is haza, a mieink is haza. Miért? Mert az otthon biztonságot jelent. A pandémia bizonytalan tette az életünket. És aztán fájdalmas tapasztalat az, hogy azokat az alapbizalmi kapcsolatokat is ez a pandémiás helyzet, illetve az abban tanúsított emberi magatartás meggyengítette. Bizalmatlanság született meg az orvosokkal szemben, bizalmatlanság született meg a társadalmi tekintély hordozókkal szemben, bizalmatlanság a gazdasági élet szereplőivel kapcsolatban, és a legfőbb bizalom is megsérült, amikor én nem bízom azokban, akik életüket, tudásukat föltették az ember gyógyítására. És úgy gondolom, hogy én a magam hozzá nem értésével véleményt formálhatok, véleményezhetem, és ennek nem lesz következménye. Van. Látjuk azt is, hogy ebben a megváltozott viszonyrendszerben az alapkérdések sokkal erősebben állnak elénk. Az egyén és a társadalomnak a viszonya, egyén és a közösség viszonya. Az én döntésem csak az én döntésem? A közösség bír jogokat az egyénnel kapcsolatban? Itt is nagyon sok furcsasággal találkozunk, helytelen értelmezésével a személyi szabadságnak, miközben a közösség pedig a minden, maga erőforrásait, maga fölkészültségét arra irányítja, hogy minden egyes embert próbáljon megmenteni. Tehát azt gondolom, hogy még nem vagyunk ott, hogy ezek a jelenségek igazán kiértékelésre kerülhettek volna, még sokszor az indulatok, érdekek jelennek meg ezzel kapcsolatban, de el kell jutnunk oda, hogy ezeket az életünket lényegileg érintő kérdések, életünk korlátait, határait megmutató kérdések, ezekre nagyon konkrét, közvetlen és reményből fakadó válaszokat adjunk. Én magam részéről úgy gondolom, hogy ebben nélkülözhetetlen az Istenismeret, nélkülözhetetlen a keresztény kultúrának a megerősítése, és nélkülözhetetlen az, hogy újra teremtsük a bizalmat. Mert pedig tudjuk, hogy a bizalom újrateremtése nagyon nagy feladat. És legtöbbször azok teremthetik újjá, akikkel szemben bizalmatlanok voltunk. Reméljük, hogy egy olyan magatartás, szabad, feszültségtől mentes kapcsolatrendszer alakul ki, ahol józanul, logikusan és bátran tudunk dönteni. És a Katya többször említette a bizalom megrendülését, és hogy az a feladat, hogy helyreálljon ez a bizalom. Mit tehetünk ezért? Hogyan tudjuk helyreállítani? Azt gondolom, ha felelős magatartással, akár példaadásszerűen is bízunk azokban az emberekben, akik felelősen fölöttünk, ahogyan az egyik könyörgés megfogalmazza, fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Bízunk az orvosokban, bízunk a szakemberekben, bízunk a tanárokban, bízunk azokban a döntéshozókban, akik sokkal több információval rendelkeznek, talán súlyosabb információval is, mint amivel mi, és kénytelenek
komoly, szigorú döntéseket hozni a közjavára. Én azt gondolom, hogy mi azt tudjuk tenni, hogy a kapcsolatainkban felelősséget vállalok önmagamért, a cselekedeteimért, felelősséget a testvéremért, és adott esetben bátorítom, adott esetben intem a nem logikus magatartásban. Mi keresztények sokszor azt a szerepet éljük, amire sokszor a társadalom kárhoztat bennünket, hogy ne szóljunk, maradjunk csöndben, majd akkor, ha kérdeznek, illetve azokra a kérdésekre válaszoljunk, amelyeket ilyen-olyan szándékkal felénk intéznek. Ettől több a feladatunk. Szólnunk kell, megfontoltan, nem feltétlenül polemizálva, de bátran képviselve az emberi méltóságból fakadó következményeket. Én bátorságot gondolom, hogy kell tanúsítsunk, és nagyon nagy elköteleződést a logikus gondolkodás után, hiszen az elmúlt hónapokban ez is abszolút veszélybe került.